februárban elkezdődött integrációs programsorozatnak. Amikor elkezdtük, akkor három dologra szerettük volna felhívni a figyelmet. Egyrészt a családok fontosságára és az életvédelemre, a családok védelmére, ezzel összefüggésben pedig az örökbefogadás intézményének a népszerűsítésére, harmadrészt pedig a nevelőszülői hálózat részben népszerűsítésére, mert azt gondolom, hogy ez már egy ismert és bevált gyakorlat, úgyhogy leginkább ennek a további megerősítésére és minél intenzívebb térnyerésére. Azt gondolom, hogy azt fontos kiemelni, hogy a családpolitika területén ennek a kormánynak a megalakulásával egy teljesen új szemléletmód kezdődött. Pedagógus viszont vagyok, és én értelemben óvatotlan van között embernek fiatalabb korosztályokhoz. Én azt gondolom, hogy az az elképzelés, az az irány, hogy lehetőleg az intézeti ellátás helyett a családi típusú ellátást próbálják erősíteni, szorgalmazni, ez kifejezetten jó. Legalábbis a gyerekeknek a fejlődése, pszichológiai nevelése szempontjából sokkal hasznosabb. Barátságosabb és így tovább. Nyilvánvalóan az a megoldás is érthető, hogy egyfajta munkaviszony irányába próbáljuk terelni ezt az egész ügyet, mert hiszen ha vele gondolunk, egy állami gondozott intézetben és vannak főállásban gondozók és így tovább, de tulajdonképpen ha ezeket megnézzük, akkor logikailag a túl nagy eltérés nincsen, csak egy jobb megoldás irányába megy a dolog, de a nagyon szőrszálhasogató számításokat végezni, talán még azt is meg lehetne kockáztatni, hogy még talán olcsó is. Egyik ezt az országos kormányzásról beszélünk.